Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Az emberi szívet, az emberi sorsot, a legeslegjobban egy szó és egy érzés határozza meg. Az a szó a köszönöm, és az érzés a hálaadás. Életérzetünk nagyságát ez adja meg. Mindegy, hol élünk, milyen életuton, milyen életformában. Ha ez ott van az életünkben, akkor gazdagnak érezzük a sorsunkat. Ha eltelnek napok, hogy nem tudom kimondani, hogy köszönöm, és nincs ott a szívemben, hogy hálaadás, egy belső köszönöm, akkor azok a napok üresek, ridegek, és néha bántóak tudnak lenni. De ez minél jobban ott van, minél jobban erősödik, annál szebb, derűsebb, élhetőbb az élet. Ennek a mai napnak, ennek a szentmisének ez a belső üzenete. Hálaadás és köszönet. 30 év titkáért, áldozatáért, szenvedéseért. Én nem látom pontosan azt az első gondolatot, nem tudom, valaki látja, amikor úgy legelőször megfogalmazódott ez az út, azért is hála és köszönet, hogy valaki elmert indulni, leült néhány ember és elkezdtek gondolkodni, egy iskoláról, egy intézményről, emberek sorsáról, de mindenképpen hálásak és köszönöm, vagyunk értük, és ma itt vagyunk. Kérjük az Isten szeretetét, hogy jutalmazza mindazokat, akiknek köszönhetjük, hogy mi ma itt ünneplünk. És kérjük az erőt, hogy úgy tudjunk szolgálni intézmény gyermekeket, családokat, a munkatársakat, hogy évek múlva, vagy megint 30 év múlva már nem fogják a nevünket tudni, de ott leszünk, hogy hála és köszönet, hogy közben voltak, akik vitték a hátukon, a vállukon, a szívükben egy iskolának, gyermekeknek, családoknak sorsát, reményét, erejét.
Ilyen lélekkel adjunk hálát, és kérjük Isten kegyelmét ebben a szentmisében, és nagy-nagy örömmel, szeretettel köszöntök mindenkit. Én most nem fogom sorolni a minden oldalról, mert nem is mindenkit látok pontosan, van akiket látok, de azt mondom mindenkit, hogy tényleg nagyon köszönöm, hogy így minden irányból együtt tudunk ünnepelni, együtt tudunk jelen lenni. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Szent Imré tündöklő ifjúságában emeltett szentjeid társaságában, miután sugallatodra neked szentelte életét. Engedd, hogy mindenkor közben járó segítőnk legyen nálad, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által,
aki veled él és uralkodik, a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Az igaz ember akkor is elnyeri a teljes boldogságot, ha fiatalon ragadja el a halál. Az emberi élet értékét ugyanis nem a hosszú öregkor adja meg, és nem az évek számával mérik érdemét. A lelki bölcsesség az igazi őszhaj, a fedhetetlen tiszta élet az igazi öregség. Az Isten kedvét találta benne, szerette és magához vette őt a bűnösök közül, akiknek körében élt. Kiragadta őt közülük, hogy a gonoszság meg ne roncsa gondolkodását, és a hamisság meg ne fertőzze lelkületét. A bűnös élet káprázata ugyanis elvakít, hogy ne lássuk a jót, a szenvedés szédülete elsodorja az ártatlan lelket. Fiatalon halt meg, mégis teljes életpályát futott be. Lelke kedves volt az Isten előtt, azért sietve kimentette őt a bűnösök közül. Az emberek látják ezt, de nem értik, és szívükben sem érzik, hogy Isten jóságos és irgalmas szentjeihez és választottainak életére gondot visel. Az elhunyt igaz elítéli az életben maradt gonoszakat. A hamar tökéletessé lett ifjúkor pedig a bűnös életét. Látják ugyanis a bölcsnek végét, de nem értik, mit rendelt felőle az Úr, és miért helyezte őt az Úr biztonságba. Ez az Isten igéje. Halleluja! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg, ha tudná a házigazda, hogy melyik órába jön a tolvaj, nem engedné betörni a házába. Éberen várjátok tehát az emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéi. Amen.
Rendszeres ünneplő testvérek, egy különös ajándék a mai nap, egyrészt ez az emlékezés, másrészt meg teljesen véletlen igazgatóról itt örvendeztünk az elején, hogy amikor ezt a napot így megszültük, hogy ezen a napon legyen, akkor egyikünknek se, nekem se jutott eszembe, hogy Szent Imre napja lesz, csak néztük az időpontokat, és azt gondolom, hogy ennél aktuálisabb napra, vagy ennél nagyobb, mélyebb üzenő napra nehéz lett volna tenni a 30 éves évfordulót. Szent Imrére, amikor gondolunk, akkor legalábbis az én szívemben mindig a nevelés, a tanítás. És ez az emberi életnek a titka. Az ember az csak világra születik, de nem születik meg. A nevelésnek, a szeretetnek, az áldozatnak, a szenvedésnek a gyümölcse az emberi lét. És ehhez nagyon sok szívre van szükségünk. Szent Imrénél mindig Szent Gellértet szoktuk emlegetni, nem egyedül volt. Az egy iskola volt. Szent Imre sem egyedül volt, és Szent Gellért sem egyedül volt. Hanem többen ott voltak mellette. Mint ahogy minden család szívében mindnyájan el tudnánk mondani, azt gondolom, remélem, én biztosan, hogy a nagy családban nagynéném, keresztanyám, keresztapám, nagyapám, nagymamám, kik voltak a szülők mellett, a testvéreim mellett, aki hol szóval, régebben tettel, hol példával neveltek, szerettek, rám szóltak, vagy megerősítettek. És ezek formálták a sorsunkat, csiszolták azt az emberi gyémántot, azt a különleges egyedi gyémántot, amire Isten megteremtett, de csiszolatlanul. És utána majd elkezdjük magunkat is csiszolni. De az életünk végéig ezt tart. És az első az, hogy egy fiatallal ezt valahogy megértetni a fejben, a szívben, amit Szent Imrével is megértettek, hogy te egy egyedi gyémánt vagy. De csiszolatlan. Faragatlan. Fénytelen. És ezen dolgozni kell, ezen ott kell lenni. És ez valójában a nevelés nagy-nagy titka, amire figyelni kell. Amikor én legelőször itt jártam, és nagyon hálás vagyok azért a találkozásért, akkor megértettem az itteni munkát, és tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz. És az itteni nevelők, tanárok átélik, hogy a gyémánt nagyon kemény, nagyon nehéz, de nem reménytelen, és nem lehetetlen. Most valamelyik minisztériumban, nem szabad többet mondani, mert ugye akkor reklám lesz, kezembe adtak egy könyvet, ahol ott voltak benne azok a nagyon komoly pozíciókat betöltő emberek, akik ilyen helyekről indultak. Nagyon mélyről, nagyon messziről. De melléjük álltak emberek, és ők is maguk mellé álltak, és kicsiszolódott ez a gyémánt. És ma példaértékek, ma hálaadás van a szívükben, hogy azt a hosszú utat, amit meg kellett nekik tenni, meg tudták tenni, és voltak emberek, szívek, akik melléjük álltak. És ez az első, amit szerintem nagyon fontos átadni. Bármit tanítunk, bármilyen keretben foglalkozunk ezekkel a gyerekekkel, sokszor az észrevétlen pillanatban megy át a leghatározottabb üzenet, hogy állj magad mellé. Azt átadni, hogy
Az embernek önmagát kell védeni. Védd magad, ne légy magad ellenség, hanem törődj magaddal, és akkor tudunk mi is törődni vele. A másik, a meghívón ez a gyönyörű üzenet, nem tudom, mindenki elolvasta-e, légy jó keresztény, légy jó szakember, légy jó családapa, családanya, légy jó hazafi. Nagyon köszönöm. Egy emberről elmondjuk, hogy hány diplomája van, hogy mekkora az IQ szintje, el tudjuk mondani, hogy mennyi a keresete, hogy milyen pozíciót tölt be, milyen jó szakember, semmit nem mondtunk el róla. De azt el tudom valakiről mondani, hogy egy jó diák, egy jó ember, akkor mindent elmondta. Mert az már ő. Mert bármi lehet, bármilyen szuper, ha nem jó ember, akkor nem érünk vele semmit. De ha ott van a jóság, akkor az minden. Isten, mikor megteremtette a világot, és az embert, akkor ezt mondja. És látta Isten, hogy jó. De ennek a jónak azért van értelme és ereje és értéke, mert van rossz. Bennünk is, bennem is. És ez egy harc, ez egy küzdelem. És ez a magunk mellé állásnak az a nagy-nagy feladata, hogy ott a rossz, és ott a rossznak a lehetősége, de a jót kell kihozni. A jót kell fölemelni. Azt gondolom itt, akik ugye a mezőgazdasági részre kijutnak, de én szerintem én kivinnék minden gyereket mindig kapálni egy kicsit a földre, mert a föld, az egy, a munka, az egy óriási tanítómester. Mert minden földön van dudva, és ha ültetünk bele, akkor van hasznos növény. És ez az emberi szív. Minden évben meg kell kapálni. Dudvás. Most gyomirtószert használnak, tudom, én még a kapán nőttem föl, tehát az a kép teljesen normálisabb az én lelkemben, hogy dolgozni kell rajta. Hogy csak úgy magától nem lesz rendben. Magától nem alakul ki. És hogy ezt átadni, nézz a szívedre, nézz a lelkedre, és dolgozz rajta. És nem baj, ha ott a dudva. Nem baj, ha észreveszed a rosszat magadban. Semmi gond. Ne ijedj meg tőle. De kezdjél vele valamit. Törődj vele. Rendezd. És ne hagyd felnőni, hogy elfolytsa a jót, hogy megakadályozza életed csoda gyémánt színeinek ragyogását, szépségét és gazdagságát. Akik itt nevelők, tanárok, akik aktívan hétköznapunkon részt vesznek a gyerekek életében, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi is csiszolódunk. Velük és általuk. És merjünk bátor, nyitott szívvel mellettük lenni. Fölfedezni újra és újra, hogy miben erősödtem, mit tanultam. Nagyon nehéz elképzelni egy olyan emberi kapcsolatot, egy találkozást, akár egy munka jelenlét, hogyha én nyitottan, jó szívvel vagyok abban, hogy ne gazdagodnék, ne tanulnék, ne épülnék általa, és belőle. Mert Isten
Ott helyezi el a gazdagságunkat, a szeretet ajándékainkat, a nekünk szánt csodákat, ahol vagyunk, ahol dolgozunk, ahol tevékenykedünk. És ott kell megtalálnunk, nem máshol, nem idegen világban, nem valami elvont szörnyűségben, vagy elvont misztikus csodában. Isten itt a hétköznapokban, a csendes munkában van jelen, van mellettünk, és van velünk. Azt kívánom, hogy ez a hálaadás minnyájuk szívében egy nagy-nagy békét, örömöt adjon, és erőt. Hogyha a Szent Imrére gondolunk a mai ünnepen, akkor a itteni gyerekekre gondoljuk. Gyémántok, Isten gyönyörködik bennük. Ő látja azt, amit mi még nem látunk. De még sok munka vár rájuk, ránk, hogy csiszolódjanak, hogy a lapok szép lassan kitisztuljanak, és a miénk is közben csiszolódjon, kitisztuljon, mert életünk végén, az utolsó lapon, az utolsó simítás után, Isten, mikor kezékbe vesz bennünket, akkor azt lássa, hogy jó munkát végeztünk. És jó munkát végeztek azok, akik háttérben, közelről, távolról segítettek, dolgoztak, jelen voltak. És a teremtésnek a legszebb szavát újra hallhassuk, hogy jó, amit alkottunk. Kísért a jó. Mit teszel? Nem támad, nem követel, kér, hív, vonz, akar, mert önmagában erőtlen, hiszen csak benned és általad valósulhat meg. Kísért a jó. Rettenetes kísértéssel kísért, hogy legyen, éljen a szívedben, és általa légy azzá, akivé lenned kell. Kísért a jó. Mit teszel? Könyörgésekkel folytatjuk a szentmisét. Testvéreim, kérjük Istent, hogy Szent Imrének, a magyar ifjúság első szent virágának közbenjárására hallgassa meg imádságunkat. Hogy főpásztoraink és papjaink ébren tartsák ifjúságunkban az igaz lelkűség és a tiszta élet szeretetét. Hogy ifjúságunk Szent Imre példáján nevelődjék műveltségre és munkás életre. Kérünk téged, hallgass. Hogy mindnyájan kövessük Szent Imre egyházunk és hazánk szeretetében. Kérünk téged, hogy egyházközösségünk családjai az első szent magyar családban lássanak példaképet. Kérünk téged, hallgass. Hogy az életünk világjában elhunyt ifjú testvéreink örök boldogságra jussanak.
Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, ments meg ifjúságunkat a bűn káprázatától és a szenvedély mámorától, hogy tiszta elmével megismerje az igazat, és bátor lélekkel kövesse a jót, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a minden ható Atya Isten előtt. Áldozati adományunk felajánlása Istenünk, tisztítson meg minket minden bűntől, és Szent Imre herceg közben járása által, akinek ünnepét üljük, jussunk el a mennyei haza örökségébe, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen.
Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Bernát apáttal, Szent Imre herceggel, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. A háladás és a köszönet az mindig a szív mélye. Sosem volt könnyű ez az út, ha valaki végignézte ezt a 30 évet. És most sem az. De most nekünk kell ezt az út, ezen az úton haladni, hogy majd utánunk is jöjjenek. Így, ezért fogalmazzuk meg szívünknek ezt a háladását és kérését legszentebb közös imánkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot,
és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az illeke.
Könyörögjünk, Istenünk, vedd és védd meg népedet minden bajtól, hogy Szent Imre közben járásával el tudjuk kerülni a jelen élet veszélyeit, és a jövendő örök dicsőséget megérdemeljük Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Nagyon örülök, hogy együtt imádkoztunk ezen a háladáson. Isten kegyelmét kérem, kívánom minnyájuk életéhez, sorsához. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk hálát az Úrnak, Istennek legyen